Boldog vagyok a csapat mai teljesítménye miatt, nagyon jó mentalitással léptünk pályára. Megmutattuk nekik, hogy a mi stadionunkban mi vagyunk a főnökök, viszont sajnos szerintem már Norvégiában elveszítettük a lehetőséget a továbbjutásra. A második gól utáni érzés elképesztő volt, ugyanakkor tudtuk, hogy nem engedhetünk ki, mert az ellenfelünk minden hibánkat kihasználhatja, ami aztán meg is történt a második félidőben. Elkövettünk a védelemben egy taktikai fegyelmezetlenséget, és meg is kaptuk a gólt. Hát ilyen a futball. A csapat teljesítményével így is elégedett vagyok, most már viszont a bajnokságra koncentrálunk. A szünetben azt mondta nekünk a mester, hogy az ellenfelünknek végre megmutattuk, kik vagyunk. Kicsit kényelmesen érkeztek erre a visszavágóra a három gólos előny tudatában, mi pedig nagyon haraptunk az első félidőben. Azt mondta, így tovább, de maradjunk okosak. A végére elfáradtunk, azért kijött rajtunk, hogy heti két meccsünk volt az elmúlt hetekben. Most ennek az időszaknak vége, az európai kupacsatáink véget értek, így maximálisan a magyar bajnokságra tudunk koncentrálni. Azon leszünk, hogy minimum azt az eredményt érjük el, amit az előző évadban. The result from the last year. Fantasztikus volt a hangulat is a stadionban. Remek szurkolóink vannak, akik nagyon szép számban jöttek el a meccsre. Remélem, vasárnap is itt lesznek, mert nagyon fontos mérkőzés vár ránk a bajnokságban. Nagyon jól érzem magam Kisvárdán, remek a csapat. Örülök, hogy sok balkáni srác játszik itt, mert segítenek nekem a beilleszkedésben. Boldog vagyok itt, örülök, hogy része lehetek ennek a remek csapatnak.